Köszöntöm a VKC televízió nézőit, önök a heti krónikát látják Budakalász híreivel és eseményeivel. Lássuk először főbb témáinkat röviden. Tilos a korcsolyázás, veszélyes az omsztó jegére lépni. Tűzifa támogatás, 70 rászoruló család kap az adományból. Kárpát kupa, nemzetközi kézilabda torna helyszíne lesz Budakalász. Télen sokan várják, hogy befagyjon az omsztó vize, korcsolyázni azonban tilos a bánya tójegén. A városrendészet és a rendőrség a téli időszakban fokozottan ellenőrzi a területet, hogy megelőzzék a baleseteket. Az elmúlt napok hideg időjárásának köszönhetően az omsztó vize fagyásnak indult. A bányatavak holtágak jegére csak akkor lehet rámenni, ha elég vastag a jég. Ilyen hely azonban Budakalászon nincs. Az omsztónak a szép természeti környezetben való elhelyezkedése valóban nem csak nyáron, hanem télen is ide vonza azokat, akik a téli sportoknak, a korcsolyának vagy a fakutyázásnak a szerelmesei. Azonban sajnálatos módon itt sincsen ellenőrzött formája ezen sportok gyakorlásának, tehát mindenkit óvaintünk attól, hogy ezeket itt az omsztavon gyakorolja, hogy miért is. Igazság szerint az állóvizeken is 12 cm-es jégvastagság alatt nem célra vezető a jégre rámenni, nem lehet azt ellenőrizni, nincs itt olyan szerv, aki ezt ellenőrizné, hogy a jégvastagságot pontosan meg lehessen állapítani. Nincsenek azok az infrastrukturális feltételek sem, amelyek lehetővé tennék itt a kulturált kikapcsolódást, itt melegedőre vagy egy mosdóra gondolhatunk elsősorban. Azt is szükséges megjegyezni, hogy az időjárás sem fogadja éppen kegyeibe azokat, akik korcsolyázni szeretnének az állóvizen, a jégen. Miután a mínusz 10-15 fokos éjszakai hidegek mellé nappal olykor 10-12 fokos melegek társulnak, amely egyértelműen azt a folyamatot vetíti előre, hogy a jég kiszámíthatatlanul vastagszik, illetve vékonyodik el. Nagyon sok esetben esténként a korlátozott látási viszonyok között egyébként sincsen lehetőség arra, hogy időben észlelje valaki, hogyha alatta a jég nem kellően vastag, és emiatt a beszakadás elindul. Eleve egyedül senkinek nem tanácsoljuk semmilyen körülmények között a jégre menetelt, hiszen így nincsen olyan személy, akitől adott esetben segítséget kérhetne. A rendőrség és a városrendészet is télen fokozottan ellenőrzi a folyók és a tavak környékét, hogy megelőzzék a baleseteket. A kollégáim a rendészet kötelékében, illetve nyilván a rendőrség munkatársai is a téli időszakban is ellenőrizni fogják azt, hogy az omsztavon ne folyjon olyan ellenőrizetlen tevékenység, ilyen korcsolyázási tevékenység, amely adott esetben emberéletbe kerülhet. Így mindenkit szépen kérünk, és nem büntetéssel fenyegetünk nyilván, bár ugye a szabálysértési törvény a jégen való tartózkodás szabályának a megsértőire bírság kiszabását teszi lehetővé, de mi mégis inkább ehelyett kérjük a lakosságot és azokat, akik szeretnének korcsolyázni, hogy az erre rendeltetésszerűen kialakított pályákat használják. Az emberélet a legfontosabb, mindenkit hazavárnak, úgyhogy arra kérünk mindenkit, hogy ennek tegyen eleget. Ez 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal sújtható cselekmény, abban az esetben pedig, hogyha valaki sokadszori figyelmeztetésre nem hajlandó ennek eleget tenni, akkor az egy szabálysértési eljárással néz szembe. Az itt kiszabható pénzbüntetés összege jóval magasabb is lehet ennél a helyszínen kiszabható összegnél. Az elkövetkezendő napokban enyhülést jósolnak a meteorológusok, ezért egy darabig még nem fog kialakulni egybefüggő biztonságos jégtakaró ahhoz, hogy korcsolyázni lehessen az Omsk-tavon. Hagyományosan január 6-án vízkeresztnapján szokás elbontani a karácsonyfát. Az ünnepi díszek és a színes égősorok a jövő év végéig ismét a felső polcra kerülnek. Budakalászon a fenyőfák begyűjtését és elszállítását a kommunális hulladékgyűjtéssel egy időben végzik. A tavalyi évekhez hasonlóan idén is a kommunális hulladékgyűjtéssel egy időben zajlik a fenyőfák begyűjtése a városban. Budakalászon a tavalyi évhez hasonlóan történik a fenyőfáknak az elszállítása, tehát a kommunális hulladékgyűjtéssel egy napon.
Ezért kérjük a tisztelt lakókat, hogy a hulladékgyűjtő edények mellé helyezzék ki a fenyőfáikat, lehetőleg reggel időben, 6 óra előtt, mert a később kihelyezett karácsonyfák és az extra nagyméretű karácsonyfákat a hulladék szállító nem tudja elszállítani. A karácsonyfák elszállításának a végső határideje január 31. Természetesen a megadott hulladékgyűjtő napokon. Budakalász közterületi rendjének és tisztaságának megóvása, illetve a balesetek elkerülése érdekében a fenyőfákat helyezzék a hulladékgyűjtő tartályok mellé a szemétszállítás napján. Vállalkozói felajánlásnak köszönhetően az önkormányzat 1 millió forintot tud fordítani tűzifa vásárlásra. Ezzel a városban élő, rászoruló családokat támogatják. Önzetlen segítséget kapott az önkormányzat. Egy helyi vállalkozó felajánlásának köszönhetően fejenként körülbelül 6 mázsa tűzifát kapnak a rászoruló családok. Egy vállalkozó felajánlott 1 millió forintot, azért nem mondom ki a nevét, mert nem hatalmazott fel rá, hogy elmondjam, tehát vannak önzetlenségek is valószínű, hogy ő támogatja Budakalászon élőket 1 millió forinttal, amit mi tűzifára fordíthatunk. Ez azért is jó, mert én már 2 éve próbálkozok ezzel a tűzifával, és csak annyit tudtam elérni, hogy raklapokat, meg hulladékfákat szedtünk össze, amiket összevagdaltunk, de azért nem volt olyan hatalmas hőégési tér abból, vagy égési kalória, mint a raklapból, mint ez az igazi kemény fából hasított tűzifát kapunk. Minden körülbelül 70 lakos tudunk támogatni jelen pillanatban, körülbelül 6 mázsát kapnak fejenként, tehát egy cirka 40 tonna hasított fánk van, ami szép, egészséges, és hát ezzel is próbáljuk enyhíteni az embereknek a rászorultságát. És remélem, hogy lesz még ennek folytatása is, mert ilyenkor azért megszoktak az emberek mozdulni, hogy csak ennyi múlik, hogy jót tegyünk. Hát ennyi múlik, úgyhogy képviselők összegyűjtötték meg a családsegítők a rászorultakat, leadtuk az önkormányzatnak, és így szépen sorozatosan, úgyhogy tartjuk a kapcsolatot velük. Sajnos ez kevés, mert azért ilyenkor már hallottam mai nap folyamán, hogy elindult, hogy tűzifa van, akkor én miért nem kapok, igyekszünk a legrászorultabbakat. Biztos, hogy sajnos maradnak olyanok, akik rá vannak szorulva, de őket is valamilyen szinten, ha más nem, gyűjtjük a raklapokat is. Tehát az is van, akkor fogjuk pótolni nekik mással. Sőt, van egy vállalkozó, aki adott nekünk tulajdonképpen ezt a úgynevezett fabriketet, tehát fabriketet is adunk, de az nagyon korlátozottan van, de ha 100 kiló fabriketet tudok adni 10 embernek, amit már egyes képviselőtársaink ki is hordtak, az is nagy segítség. Annak nagyon jó az égés tartalma. A hét folyamán már 32-en megkapták a tűzifájukat, és remélem, hogy a jövő hét folyamán mindenki megkapja. Ennek a felajánlásnak köszönhetően 70 háztartás tüzelési gondjait tudja az önkormányzat enyhíteni. A decemberi ünnepek közelettével országszerte megszaporodtak a bűncselekmények. A város közbiztonságának javítása érdekében a Szentendrei Rendőrkapitányság rendőrei kiemelt óraszámban dolgoztak. A fokozott ellenőrzéseknek és a lakossági tájékoztatásnak köszönhetően a karácsonyi időszak nyugodtan telt a városban. A rendőrség, ezen belül is a Szentendrei Rendőrkapitányság egy országos közbiztonságot javított, illetve a lakosság szubjektív biztonságérzetét javító intézkedési program keretén belül megnövelt óraszámban volt jelen a közterületen. A Szentendrei Rendőrkapitányság a Pest megyei rendőrfőkapitányság vezetője által kiadott intézkedési terv alapján az évvégi ünnepek során is megnövelt óraszámban volt jelen a közterületen. Ezen belül is ugye a lakosság által leginkább látogatott helyeken, mint például ugye a budakalászi Ocean és Metro áruházakban, mind a áruházak belső területén, mind pedig a áruházak parkolóján is. Továbbá jelen voltunk a Szentendrei Rendőrkapitányság illetékességi területén található pályaudvarokon, karácsonyi vásárokon, illetőleg a nagyobb forgalmat lebonyolító útszakaszokon is. Ez feltehetőleg a lakosság is észrevette ezen időszakban. A megnövelt közterületi óraszámnak köszönhetően a bűncselekmények, illetve a szabálysértések száma kedvezően alakult. Budakalászon például az év végén érezhetően csökkent a vagyon elleni bűncselekmények számának az alakulása is.
A bűncselekmények, illetve a szabálysértések számának kedvező alakulása azonban nem csak a megnövelt közterületi óraszámnak köszönhető, hanem a Szentendrei Rendőrkapitányság bűnmegelőzési programjának is. Ezen program keretén belül a Szentendrei Rendőrkapitányság 2014. november végén Szentendrén megrendezésre kerülő Szeniorok Akadémiáján előadást tartott, melynek során lakosság figyelmét felhívtuk az áldozattá válás lehetőségeire, illetőleg arra, hogy az emberek hogyan tudják elkerülni azt, hogy bűncselekmény, illetve szabálysértés áldozataivá váljanak. Továbbá a Szentendrei Rendőrkapitányságnak van egy hetente megjelenő kiadványa, ami ugye azt a nevet kapta, hogy Szentendre rend trendje. Ebben a kiadványban aktuális közleményeket adott ki a kapitányság az aktuális áldozattá válás lehetőségeiről, illetőleg tanácsokkal látta el a lakosságot, hogy hogyan tudja ezeket elkerülni. A korábbi évek tapasztalatai alapján a városőrséggel egy szoros kapcsolat alakult ki. A karácsonyi időszakban is a két szervezet segítette egymás munkáját, amit a jövőben is folytatni szeretnének. Mint ahogy a korábbi időszakokban is, az évvégi ünnepek kapcsán is közös szolgáltatásra került sor a budakalászi rendőrőrség, illetve a budakalászi városőrség között. A budakalászi városőrség segítségének köszönhetően, mint gépjárműnk pedig a budakalászi városőrség beosztottjainak biztosításával, a budakalászi rendőrőrs körzeti megbízati állománya megnövelt óraszámban tudott jelen lenni a közterületeken, ezen belül is a bűnügyileg fertőzöttebb területeken, illetőleg a metró és az Ocean áruházak területén, amit ezúton is köszönök nekik. Az idei évben az előző évhez képest továbbra is szeretnénk fenntartani, illetőleg a lehetőséghez képest növelni majd a közterületi jelenlétet, aminek megvalósításában továbbra is majd számítok a városőrség közreműködésére. A fokozott rendőri ellenőrzés folytatódik a városban. Egy Európa Uniós pályázatnak köszönhetően 2014-ben két alkalommal is lakossági elégedettségmérés volt Budakalászon. A második felmérést az esztendő végén készítették. A lakosság körében átfogó felmérés készült a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és a felmerülő igényekről telefonos megkeresés útján mintegy 550 lakos bevonásával. Ez a lakossági elégedettségmérés, ez tulajdonképpen az áropörs pályázatnak a része. Már volt egy ilyen tavasszal, és ez annak a kontrollja. A tavaszi felmérésnek az ellenőrzése tulajdonképpen, de itt egy kicsit konkrétabban is szerettünk volna rákérdezni néhány dologra, mi az, amivel elégedettek a lakosok, mi az, amivel nem elégedettek. Ugye tulajdonképpen négy nagyobb témakört céloztunk meg. Az egyik, az első ilyen általános jellegű volt, hogy miért szeret Budakalászon élni, és akkor mit meg lehetett jelölni 10 kérdésből, hogy azért, mert közel van Budapest, mert jól fejlődik a város, mert tiszta a város. Tehát ezek számunkra is fontos visszajelzések, amik ebből kijönnek. A másik ilyen témakör az adott területre vonatkozott, ahol az illető lakos él. Ugye nem csak 8 választókerület van Budakalászon, hanem hát különféle település részek, egyik kevésbé fejlett, másik jobban fejlett. Egyértelműen kiderült, hogy a saját lakókörnyezetükkel az emberek ott a legelégedetlenebbek, ahol nincs közművesítés teljes, tehát ahol nincs még csatorna. Ugye ilyen részterület a Berdó, a Tamhán, Düllő, illetve a Dunapart, és ott természetesen emiatt az utak is nagyon rosszak. Tehát ez azért úgy várható volt, hogy ott még viszonylag rendezetlenebb a környezet, bár igen szép, mondjuk a Dunapart is nagyon hangulatos, vagy a Berdó, vagy a Tamhán dűlőről csodálatos a panoráma, a kilátás, tehát a természeti szépségek megvannak, de a lakókörnyezettel való elégedettség fogalmához hozzátartozik az is, hogy ott legyen csatorna, legyen út, egyáltalán egy élhető, normális, rendezett településrész legyen. Nagyon érdekes volt, hogy a többi település részen sokkal kevesebb volt az elégedetlenek száma, és sokkal magasabb százalékban kaptak
8-as, 9-es, 10-es osztályzatot adtak a lakosok a település részükre. És ez elsősorban azon múlik, hogy a település rész rendezett, hogy normális közszolgáltatások vannak, ugye csatorna, út, járda, közvilágítás. Ez azért így elég jól megfogalmazódott ezekből a kérdésekből. Fontos témakör volt a városvezetés konkrét terveire irányuló kérdéssor, iskolabővítés, Omsk-tó és környékének fejlesztése. Lényeges volt számunkra az, hogy mennyiben támogatják azokat az elképzeléseinket, így konkrétabban rákérdezve egy-egy adott feladatra, amelyeket végül is mi a választási programunkban megfogalmaztunk, amire azért nagyon sok szavazatot kaptunk. Ilyen volt például ugye a faluháznál a körforgalom tehermentesítése, illetve ott két utcának a szilárd burkolattal való ellátásával le lehetne csökkenteni a tumultust. Ezt majdnem 90%, 89% nagyon fontosnak tartja és támogatandónak, úgyhogy nyilván, aki egy-egy olyan utcában lakik, amit ez érint, nekik nyilván más a véleményük, így volt is, aki ellenezte, mondjuk 4% nem tartotta helyesnek, de 90% viszont nagyon is javasolta. Hasonló régi fájó pontunk az Omsk-tó, mert egy gyönyörű természeti környezeti adottságú hely, ugyanakkor nagyon jól tudjuk, hogy nyáron sok problémát okoz a rengeteg idejövő, sokszor nem megfelelően viselkedő, zömében nem budakalászi strandoló, úgyhogy ennek a fejlesztését is nagyon fontosnak tartják az emberek, körülbelül 80% javasolja. Nyilván itt pályázati források bevonására is szükség van, de ez is fontos, hogy az elkövetkezendő 5 évben milyen típusú pályázatokat figyeljünk, minél induljunk el, lehetőleg ne járjunk úgy, hogy ja, most erre lehet pályázni, akkor csinálunk valami fölösleges dolgot, hanem értelmesen a lakosság igényeknek megfelelő irányba tudjunk lépni. Nagyon fontosnak tartották ezt is. A fürdő, normál fürdőzési lehetőség kialakítása nagyon fontos lenne. Ugye én nekem az iskolai kapacitás bővítésről ezt mondtam, hogy kétségem nem volt, hogy 90% fölötti pontszámot fog kapni, hiszen ez most már elindult nem a megoldás, hanem a probléma enyhítése, hiszen a Szent Istvántelepi iskolában valószínűleg szeptemberre meg lesz a 4 új tanterem, ami egy kicsit javít a helyzeten. Hangsúlyozom, nem megoldja, egy kicsit javít a helyzeten. Tehát ezt az iskolai kapacitás bővítését szintén nagyon fontosnak találták, egy a 10-es skálán 92%-os fontosságot kapott. És a másik ilyen kérdésünk az volt, ugye, hogy keresztül megy a Hév Budakalászon, 3 megállónk is van, ez ugye nekünk nagyon jó. Viszont a település csillag alakjából adódóan vannak olyanok, akiknek nagyon messze van a Hév megálló, és sokan megpróbálnak parkolni a Hév megálló közelébe. Hát ezt is szeretnénk javítani, megoldani. A kérdőív kitért a közétkeztetésre. A tavalyi évben sok panasz érkezett az iskolai közétkeztetésre, ezért az önkormányzat erre a problémára is keresi a megoldást. A faluház működése is a kérdések között volt. A megkérdezettek magas százaléka elégedett a jelenlegi vezetéssel és a programokkal. Nagyon jól működik a faluház, rengeteg programja van. A faluházzal kapcsolatosan is tettünk föl kérdéseket. Itt nagyjából visszaigazolódtak a mi elképzeléseink, hiszen nagyon szeretik a faluházat, nagyon sokan tudják, járnak a faluházba. Vannak, akik még az ilyen zenés előadásos programokból még többet is szeretnének. Hát ezt majd a faluház vezetőjének tolmácsoljuk ezeket az adatokat, de szerintem ez nekik is fontos, hogy az ő saját kínálatukat hogy állítsák össze úgy, hogy a lehető legkedvezőbb legyen a lakosoknak. A harmadik, vagy inkább kicsit negyedik ilyen csoport volt a tájékoztatás, hiszen nagyon fontos, hogy az itt élő emberek tájékozódjanak arról, hogy mi történik a városban, így ugye a mi munkánkról, az önkormányzat, vagy a polgármesteri hivatal munkájáról is
jobb képet tudnak kapni. Itt ebben a kérdés csoportban szintén több információs csatornára kérdeztünk rá. Ugye viszonylag új dolog, hogy a Facebookon elindult a Budakalász városnak a hivatalos oldata, illetve a polgármester úr hivatalos oldala. Erre is kíváncsiak voltunk, hogy mennyien figyelnek oda rá, mennyien tudnak róla, ugyanígy a televízió, illetve a budakalászi hírmondóval mennyire elégedettek az emberek, úgyhogy itt is elég jó eredményeket kaptunk. Hát a csúcsokat a hírmondó dönti, mert a legtöbben azt szinte mindenki olvassa. Ez azért nagyon jó volt, hogy a megkérdezetteknek a több mint 90%-a olvassa a hírmondó újságot, és nagyon nagy részük elégedett is vele. Hát ezeket a dolgokat szerettük volna megtudni, hogy mennyire tájékozottak a munkánkról, meg a munkánkat hogyan tudnánk még jobbá tenni. A felmérés részletes eredményeit a budakalászi hírmondóban is olvashatják a lakosok. Az év elején sokan tesznek újévi fogadalmat, sokan döntenek az újrakezdés mellett. Szabó Zsuzsanna a Szentendrei Skanzen igazgatói székét hagyta ott és váltott. Több mint egy éve fodrászként dolgozik Budakalászon. Három nyelvvizsgával, doktori diplomával a háta mögött Szabó Zsuzsanna a Skanzen igazgatói székét hagyta ott, hogy a fodrász szakma mellett a családjára fordíthassa a legtöbb energiát, és emellett változatos alkotó tevékenységet is végezzen. Szerintem mindenkinek az életében van egy ilyen, mikor megérzi, hogy most ez a B oldal, így szoktuk hívni, és nekem ez ilyen 40 éves korom körül jött el ez az érzés, hogy valahogy máshogy néztem a dolgokat, mint előtte. Nem, akkor még nem realizáltam, hogy ez hova tart ez a folyamat, de úgy hangsúlyok meg értékek így áttevődtek. És ugye én kezdettől fogva a Skanzenben dolgoztam, ez azt jelenti, hogy érettségi után színművészeti főiskolára jelentkeztem, és oda nem vettek föl, és akkor valamilyen polgári szakmát kellett találni, és elmentem gyakornoknak a Skanzenbe. És annyira megtetszett az egész közösség, meg a millió, aki ismeri, azt tudja, hogy az nem egy munkahely, ez egy életforma. És annyira beszippantott, és tulajdonképpen talán úgy csöppentem be, hogy először volt egy karácsonyi ünnepség, ahol betlehemeztek, farsankor paródiát adtak elő, vicclapot jelentettek meg, szóval egy annyira elképesztő intellektuális közeg volt ott, és olyan kedves emberek, hogy teljesen beszippantott. És ez annak ellenére, hogy népi kultúrával korábban is találkoztam, mert anyukám és a Lenvirág együttes révén ugye én is táncoltam, aztán zenéltem nagyon sokáig, de ez aztán teljesen átalakított, onnantól kezdve nem üveggömböket, hanem mézes kalácsot tettem a karácsonyfára, az öltözködésem megváltozott, tehát teljesen így azonosultam ezzel az egész szellemiséggel, és rájöttem, hogy tulajdonképpen ez is egy színház, és a Skanzen lett az én színházom, mert az volt a feladatom, miután elvégeztem a néprajz szakot, néprajz német szakon végeztem az ELTE-n, az visszahívott a főigazgató, Cseri Miklós, de azt mondta, hogy nem kutatóként helyezkednék el, nem ott van szükség rám, hanem a közművelődési részlegen. Hogy az én felelősségem növekedett, így ha úgy tetszik a ranglétrán, ahogy emelkedtem, úgy ez a romantikus része a dolognak, ez egyre inkább csökkent. És akkor közben én tanulja lehettem annak a hatalmas nagy átalakulásnak, ahogy mondjuk a Skanzen egy ilyen manufaktúrából nagy üzemmé alakult, pályázatok, nagy építkezések, irodaépület, tájegységek, vonat, szóval ez egy állati izgalmas feladatkör volt, de valahol azt éreztem, hogy a vonat sebesebben megy, mint ahogy én magam fejlődök ebben a történetben, és olyan volt ez, mint amikor az ember gyereket nevel, hogy tulajdonképpen alakítja, próbálja saját képére formálni, és egyszer csak rájön, hogy hoppá, ez egy egészen más személyiség, és el kell engedni. És valahol én is megéreztem, hogy annak ellenére, hogy több mint egy évtizedet ott töltöttem, és semmilyen más munkahelyi tapasztalatom nem volt, hogy el kell menni. El kell menni, mert már nem biztos, hogy ugyanazt és ugyanolyan szinten fogom tudni teljesíteni, mint korábban. A váltás egyik fő szempontja, hogy olyan munka legyen, amellyel pénzt, megbecsülést, társaságot, élményt és örömet lehessen szerezni. Én ilyen kocka módon nagyon régóta vágok hajat, főleg a családba, barátnőknek. Úgy figyeltem, ha én fodrásznál voltam, hogy mit csinál, láttam, hogy így kiemeli a hajat valamilyen szögbe, és levágja, ezeket próbáltam lekoppintani, és hát több-kevesebb sikerrel, de nagyon nagy bátorsággal ezt a tevékenységet műveltem.
És akkor teljesen véletlenül néztem ilyen felnőtt képzéseket, mert virágkötészet az is nagyon tetszett, csak az volt a hajnalba föl kell kelni, és ott hidegbe, ott metsző ollóval dolgozni, szóval az annyira nem, de az olló az már nevemben is ugye benne van, tehát valahol az éreztem, hogy az lesz az út, és egyszer csak látom, hogy fodrász, és akkor szembesültem vele, hogy ezt lehet ilyen felnőtt képzési formába is, tehát nem csak a szakmunkás képzés van ma erre Magyarországon, és onnantól kezdve nagyon gyorsan történt. Kerestem egy budakalászi mestert, hogy vegyen föl tanoncnak. Ő azt mondta, ő Dr. Ádám volt. Nagyon hálás vagyok neki azért, hogy látott bennem fantáziát, akkor is, hogyha nem 20 évesen kerültem oda. És azt mondta, hogy először megnézi, hogy egyáltalán rááll a kezemre a dolog, és ha azt mondja, hogy megvehetjük az ollót, akkor beiratkozhatok egy tanfolyamra, és akkor ez volt mondjuk egy decemberi időszakban, és január közepén azt mondta, hogy na, megvehetjük az ollót, akkor kerestem egy iskolát, és az volt a nagyon nagy szerencse, ugye, hogy budakalászi vagyok, rengetegen ismernek, és nagyon sokan eljöttek modellnek, mert az, hogy mennyire tudja az ember elsajátítani, ezt ugye ez egy manuális tevékenység, tehát itt gondolkodni is kell, meg tanulni is, de ez a kézen múlik, és hogy nagyon sokan eljöttek, úgyhogy rengeteget tudtam gyakorolni. Zsuzsa már a saját szalonjába várja a vendégeket, nem csak nőket és gyerekeket, hanem a férfiakat is, akik nem csak új frizurát kapnak, de meg is borotválja őket. Volt ez a lakás a családi tulajdonba, és előtte itt az öcsémék laktak, mert és náluk jött a kisbaba, és kinőtték, és akkor így került a vissza, és nagyon jó helyen van. Úgyhogy igaz, hogy nem utcafronton, de tulajdonképpen ez még olyan intimebb is, tehát én jobban érzem meg, amit ha egész nap itt látnák, hogy itt ügyködöm. Úgyhogy lett ez a szalon, találtunk egy nagyon klassz belső építész csapatot, akik megértették, hogy egy olyan hangulatot szeretnék, minthogyha valaki átjönne a barátjához. Tehát, hogy egy kicsit az otthonosság is meglegyen, ne annyira műhely legyen, ugyanakkor közvetlen legyen, és a színek, meg az egész dekoráció az arra hívja a vendégeket, hogy ez egy családi fodrászat, tehát férfi, női és gyerekhajat egyaránt vágok, borotválok is, ha kell, azt nagyon szeretem, és úgy érzem, hogy a vendégek értékelik, hogy szóval jól érzik magukat itt, és remélem, hogy a frizurájukkal is elégedettek, mert ugye ez lenne az elsődleges cél. A család végig támogatta az elképzelést és a végső cél elérését. Úgy érzem, hogy az egész váltásom sikere az nagyban azon múlt, hogy nagyon támogató családban nőttem föl, nem csak a szüleim, hanem a testvéreim is abszolút mellettem álltak, és hát röhögtek először, meg doktorkát, meg ilyen szlogenekkel bombáztak, de valahogy azt tanultam meg, mi családunkban mindenki váltott valamilyen formában, más motivációkból, más életszakaszba, de hogy mint a Münchhausen bár, hogy az ember a hajánál fogva tudja magát kihúzni a slamasztikából, és hogy nem várni kell a sült galambot, hanem előre menekülni, tehát és amíg az ember, amíg érzi ezt a lámpát, ami villog, hogy menni kell, akkor kell, mert a hihetetlen energiát ad. Tehát ez az, amit mondtam, hogy most így visszagondolva, el nem tudom kérni nekem, hogy volt ehhez szorgalmam, meg kitartás, meg önbizalmam, hogy egy ilyenbe belevágjak. De akkor ezen nem gondolkodtam, csak csináltam. Egyáltalán nem bántam meg, mert hihetetlenül hasznát veszem mindannak, amit eddig csináltam, és amit eddig tanultam, mert kommunikáció volt az is, és ez is. És ami pedig az ilyen tudományos vagy elméleti ambíciókat illeti, hát írok egy blogot, és akkor abban hajakról, divatról próbálok reflektálni könyvek, filmek kapcsán, és abban olyan kis konyhai szinten, de nagyon jól kiélem magam, úgyhogy ez sem hiányzik. Zsuzsa példája is mutatja, sohasem késő új utakat keresni, ha valaki nem érzi jól magát a bőrében. Az új év első hónapja pedig éppen alkalmas arra, hogy eldöntsük, mit tehetünk saját boldogságunk érdekében. Tipikus újévi fogadalom, hogy több időt szánunk majd a mozgásra. Nagyon fontos a megfelelő motiváció és a legszimpatikusabb sportág megtalálása. A nagy újévi fogadalmak idején rengetegen kezdik el kampányszerűen a testmozgást. Az évek alatt felszedett plusz kilókat sokan pár nap alatt szeretnék eltüntetni, és ugyanígy 2-3 hét alatt próbálják bepótolni az előző évek összes elmulasztott edzését. Le kell jönni a terembe, és az illetékes szemét erre meg kell keresni, tehát a teremedzőt, és tőle kell
kérni edzési instrukciókat, hogyan kell elkezdeni az újévi fogadalmakra az edzést. Kell egy akaraterő, viszont akinek nincsen önálló akaratereje, ahhoz kell mindenféleképpen egy személyedző, és a személyedző, hogyha rendesen tud ráhatni, akkor le tud fogyni. Elég rövid idő alatt lehet fogyni. Ha van szobabicikli, vagy ellipszis, vagy pedig futópad, akkor azon kéne minden egyes nap egy olyan 30 percet mozogni. Hasadás igazából az is izomfejlesztésképpen lehet alkalmazni, mellette mindenféleképpen a diétát, illetve a kardioedzést kell csinálni. Az étrendet be kell tartani, mellette rendes kardioedzést kell végezni, súlyzós edzéssel felváltva. Hát ha a diéta be van tartva, illetve a kardioedzés, a megfelelő kardioedzés megvan, akkor heti 3 edzés bőven elég ahhoz, hogy le tudjon fogyni az illető tulajdonképpen egy 2-3 hónap alatt. Akár 30 kilót, akár 20 kilót le lehet adni minőségi fogyásba. A megfelelő időpontban a megfelelő tápanyagot be kell vinni, tehát reggelente inkább rostús táplálékot, illetve szénhidrátot kell bevinni a szervezetbe. Majd ahogy megyünk ki a nappalból, tehát délután 3-tól egészen este 8-ig bezárólag zöldséget, meg csirke mellett, bujka mellett, vagy halatát, fehérjét kell bevinni a szervezetbe. Kevesebbet kell, de többször kell étkezni. A reggeli ebéd vacsora az elengedhetetlen, illetve hogyha valaki nagyon éhes, akkor még ki lehet egészíteni 10 óraival, meg egy zsonnával. Tehát az ötszöri étkezés mozgás mellett azért kell. Illetve a folyadékbevitel elengedhetetlen, tehát egy 3-4 liter folyadékot mindenféleképpen el kell fogyasztani, mert igazából így fog fölgyorsulni az anyagcsere, így lesz méregtelenítés, és így sokkal jobban lehet fogyni. Mostanság fog nőni, tehát a január-februári hónap az a legerősebb tulajdonképpen, utána márciusban van egy kis lazítás, aztán a nyár miatt az április, május, meg a június az megint megnő igazából. Annak érdekében, hogy valóban elérjük évelején kitűzött céljainkat, nem árt megszívlelni néhány tanácsot. Például a testmozgást fokozatosan építsük be életünkben. Bármilyen mozgásról legyen is szó, szálljunk időt a bemelegítésre és a levezetésre, a nyújtásra. Iktassunk be legalább heti egy pihenőnapot, erre szüksége van izmainknak is. Lehetőség esetén vegyünk igénybe szakember segítségét, aki nem csak edzéstervünk kialakításában tud segíteni, de a helyes mozdulatsort, technikát is megmutatja. Január utolsó hétvégén rendezik meg, én már 12. alkalommal a Kárpát-Meditop Kupa nemzetközi kézilabda tornát, amelynek társszervezője az idén 20 éves Budakalászi Sportklub. Az esemény fővédnöke Orbán Viktor miniszterelnök. A rendezvény abból a célból jött létre, hogy a határon túl, de a történelmi határon belül élő magyarsággal a kapcsolatokat ápolják. Erre kiváló eszköz a sport. Az itt pályára lépő felvidéki, erdélyi, vajdasági és anyaországi csapatok jól hasznosítják az együttlétben rejlő energiákat arra, hogy felmérjék tudásukat, közben pedig a sport és a közösségvállalás örömét hirdessék. Évben ugye a BSC 20. évét ünnepli, és ez nem azt mondom, hogy kerestünk, de találtunk egy olyan alkalmat, egy olyan nemzetközi torna lehetőséget, ami itt ebben a régióban fog az idén megrendeződni, ezt ugye ez a Kárpát Kupa, ami ugye azt gondolom, hogy egy rendkívül komoly összefogásnak az eredménye, hogy itt közösen ünnepeljük meg ezt a rendezvényt, és összekapcsolódik ezzel a 20 éves ünnepségünkkel. Szerintem ez egy egyedülálló lehetőség a sportklub életében. Ez egy női felnőtt torna lesz, évek óta ugye 12 alkalommal megrendezésre került felnőtt torna, ahol versenyezni fogunk azért, hogy sikert érjünk el, de gyakorlatilag itt igazából a országok közötti átívelő barátságnak a megünnepléséről szólna, a magyarság kialakításáról lenne szó. Szeretnénk ebben élen járni, és szeretnénk ebben egy rendkívül jó társkapcsolatot kialakítani. Mi ugye ismertük az egyik csapatot, mert tavaly előtt jártunk kint egy tornán náluk, olyan aszfalt csapatnál, mi már játszottunk, és időközben meg megyünk is egyébként utánpótlás tornára hozzájuk, tehát már volt meglévő kapcsolat egy csapattal, a többiekkel sajnos még nem. Ez benne van a felkészülési programban, tehát gyakorlatilag a lányok elkezdtek már a héten edzeni, és elkezdtünk felkészülni, tehát az egyesület elkezdette már a felkészülést, ugye február 22-ig indul az NB2-es bajnokság, és ez benne van ebben a programban, és ez kifejezetten illeszkedik a rendszerbe. De nem lesznek még a csúcsformában a lányok, de gyakorlatilag azt mondom, hogy rendkívül jó módon fognak, mert jó felkészültségben tudnak már megjelenni ezen a tornán.
Természetesen szeretnénk ezen az eredményt elérni ezen a tornán, de a maga a torna alapvetően részünkre nem erről fog szólni, hanem arról, hogy megismerkedünk olyan egyesületekkel, olyan határon túli egyesületekkel, akik egyébként nem lehetne kapcsolatunk, ha csak nem direktben elmennénk és felvennénk a kapcsolatot. Szeretnénk bővíteni az ismeretségünket, ugye mindenkinek alapvetően ez célja, és szeretnénk így emberi és egyesületi kapcsolatokat kialakítani. Változás van, volt és lesz ez a csapat körül, a női felnőtt csapat körül, ugye miután nincsen a Vali, ugye Krámerné Vali nem dolgozik az egyesület körül, azután ugye jött egy új szél, amit szerettünk meglovagolni, de sajnos azt kell mondom, hogy nem abban az irányban megyünk most már, hanem egy másik irányban, mert nem volt sikeres az együttműködésük olyan mértékben, ami azt elvártuk volna. Gyakorlatilag azt kell mondanom, hogy nagyon magas volt az elvárásunk, mert ugye tavaly előtt meg bajnokságot nyert a csapat, illetve többször bajnokságot nyert a női csapatunk. Ezt szerettük volna megtartani. Ugye ez a fúzióból kifolyólag egy picit felhígult, illetve átalakult a játékos állományunk, ami előnye lehet ebben a dologban, mert sokkal jobb társadalmi szervezetté alakult az egyesület. Viszont a maga a versenysport, illetve a versenysport élmény, amit ugye szórakoztató lehet egy közönség részére, ezt mi szeretnénk fenntartani. Tehát nem hobbi csapatot szeretnénk üzemeltetni Budakláson a női malon, hanem egy kifejezetten jó versenycsapatot. A torna kézilabda verseny és játékszabály előírásainak megfelelően kerül lebonyolításra 6 csapat részvételével. A mérkőzéseket 2x3-as csoportban egy helyszínen körmérkőzéses formában bonyolítják le, majd a második nap kerül sor a helyosztókra. Az előzmények azt visszanyúlnak 1996-ra, a Meditopnak volt egy ilyen tornája, ami egynapos volt. És ez most kicsit azért puskázok, de valójában ez 2004-től úgy működik, hogy Kárpát-Meditopkupa, tehát kitágultak a határok, a történelmi Magyarország területéről folyamatosan érkeznek csapatok, és mennek csapatok, magyar csapatok is, hát járunk Kárpátaljára, Erdélybe, Szerbiába, környező igazi régi magyar területekre. Nagyon fontos, hogy egy nyelven beszélünk, tehát nagyon jól megértjük egymást. Többnyire másod és harmadosztályú, nagyon fontos az, hogy nem a első ligás csapatok, hanem másod-harmadosztályú csapatok játszanak, legyen az futball, legyen az most kézilabda tornáról beszélünk, mert így talán sokkal nagyobb a népszerűsége a sportnak, mert nem lesz mindenki Messi, meg nem lesz mindenki a Barcelona játékosa, de a sport, a kultúra az, ami összefogja az embereket a legjobban. Most jelenleg 6 csapat vesz részt, 2 magyar, Szekszárd és Budakalász. Szombaton kezdődik a torna, délelőtt 9 óra körül lesz a megnyitó, és akkor utána játszik majd a Budakalász, Ada, Sepsisengyörgy egy körbe, a második körbe meg Naszvad, Szekszárd és Székelyudvarhely. És vasárnap meg a döntők lesznek, rendesen hivatalos szervezésszerűen sportbírókkal, szakértőkkel, és hát illusztrius szakember vendégek is kísérik a csapatokat, mint az országban, mint Magyarországról. Mi nagyon örülünk neki, mert legutoljára volt egy nagyon nagy, még amikor Európa-bajnokságot rendeztünk, szintén itt az Omsztó mellett, öttusát, jó pár éve ezelőtt. Hát most van egy lehetőségünk megint, hogy tulajdonképpen itt a környezetet megmozdítsuk, hogy igenis itt van Budakalász, van egy nagyon jó sportcsarnokja, él és működik. És ez nekünk lelkünknek nagyon jót tesz, hogy mondjam így, hogy örülünk neki, polgármester úr is azt mondja, hogy ezt a tornát meg kell rendeznünk, mert erre szükség van. Minél több ember jöjjön el, bármilyen rendezvényünk van, legyen az juniális vagy sportrendezvény, akkor a helyiek újra összejönnek. Ne egy alvó város legyen Budakalász, hanem találkoznak az emberek egymással. Én 8 évvel akkor de nem tudok az utcán úgy hazamenni, hogy ne állítsanak meg 5-en. Nagyon jó beszélgetni az emberekkel, a problémáikat is meghallgatni, és ha tudunk, akkor segítsünk, mert ez a feladatunk. A versenyt január utolsó hétvégéjén rendezik meg a budakalászi sportcsarnokban. Kedves nézőink, a folytatásban 2 beszélgetést láthatnak majd, aztán a Rockház decemberi akusztikus koncertjét nézhetik meg. Telefonszámunk 303-287, e-mail címünk pedig info@vkctv.hu. Friss adással legközelebb január 16-án várjuk majd Önöket. Addig is látogassanak el a vkctv.hu oldalra, ahol visszanézhetik korábbi adásainkat is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!